Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora, és akkor nézzük a kötelező köröket. 5782, Adárhavának 16. napján vagyunk. Míg a polgári időszámítás szerint 2022. február 17-e és csütörtök van. Ma a donátok ünnepelnek, a nap folyamán biztos készítünk valami donáttal interjút. A várható időjárás 3 és 18 Celsius fok között várható. Öltözzenek rétegesen, legyen mit levenni. És ne felejtsék el, a szép korúak esetében és a picik esetében nagyon odafigyelni a folyadék háztartása. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenféle cukrozott üdítőitalokat kell inni. Teját, talán egy kis kávé is jót tesz az embernek, és sok-sok folyadékot, ha lehet, akkor olyat, ami nincs külön édesítve. Még nem mondtam el önöknek, de most, hogy elhelyezték magukat a fotelbe, vagy éppen fogatmosnak, és ha mindezek után még érdekli önöket a Nemzeti Bank közleménye a középárfolyamokra, akkor elmondom. Az euró 354.87, míg az amerikai dollár 313.06, és már is fordulok Gémesi György doktorhoz, Gödöllő polgármesteréhez, aki nem jogi doktor, hanem orvos, sőt, ugye emlékeznek rá, mindenféle sporteseményeken is részt vett, de a politikájáért és a szakmáért végül is a sportot abba hagyta. Illetve nem hagyta abba, mert most is biciklin érkezett. Ez is egy sport? Persze, az embernek folyamatosan mozogni kell, ráadásul azt hiszem, hogy egyre inkább érdemes kerékpárban gondolkodni, különösen itt Budapesten, mert akkor a forgalom ilyenkor reggel, hogy mire beér az ember, kerékpár sokkal hamarabb van itt, sokkal egészségesebb, és nagyon szépen megvannak azok a kerékpárutak, ahol viszonylag biztonsággal lehet haladni. Tehát én csak biztatok mindenkit arra, és hát azért nagyobb túrákat is szoktam végezni, pontosan azért, mert az ember a sportot soha nem hagyhatja abba. Épp testben, épp lélek, gondolom erre. Csak az a baj, hogy én nagyon kedvelem önt, meg a biciklistákat is, akkor, hogyha mellettük az úton nem én vagyok, mert abszolút nem érzem biztonságban magamat, amikor őket meglátom, és az irigység elfog, amikor én szépen lassan bandukolok a sávomba, és mellettem időnként, 10 percenként megjelenik egy biciklista, és elsuhan. Az igazság, hogy most már nagyon szépen az autósok is, és a biciklistársadalom is megszokták egymást. Vannak, akik azért kevésbé tudnak kerékpározni, ezt is tudni kell, tehát azért a közlekedés és a kereszt nagyon kell tudni. Autósok is türelmesebbek, ezt együtt kell élni. Egyébként a Strasbourgban, ahol az Európa Tanácsnak van az önkormányzat és regionális kongresszusa, és én annak tagja vagyok, néhány alkalommal egy évben kimegyek, akkor mindig viszem a bringát, autóval megyek, és ott házon belül kerékpárral közlekedek. Teljes mértékben, és annyian a franciák, annyian bicikliznek, egy dolgot nagyon figyelni kell, a közlekedést, mert össze-vissza mennek. Átmennek a piroson, átmennek a kerékpárosok. Tehát számomra egy kicsit meglepő volt, de figyelni kell, és szépen lehet haladni, és az autósok is figyelnek a brigádra. Brüsszellel ellentétben Strasbourg egy nagyon kedves kis városka. Nagyon kedves, szeretem. A fiam ott tökéletesítette, mert valaki azt mondta neki, hogy a franciában van egy zöngés, és a Strasbourgi Egyetemen próbálta rendbehozni nagy sikerrel, és első dolga volt, közölte velem, abba, akkor most bérelj nekem egy biciklit, mert itt mindenki biciklivel megy, az autót megvitt haza. Ugye? Mondtam, de két autót nem tudok vezetni, úgyhogy ott állt az autója, és biciklivel közlekedett, abszolút, mert ebben a városban az a leglényegesebb. És ugyanúgy, mint Budapesten, megvannak ezek a sávok, buszsávban, buszsáv mellett, járda mellett, ahogy ezt meg lehet csinálni. És most már elmondhatom, mert Pesten is elég sokat kerékpározok, hogy nagyon szépen össze van rakva. Néhány helyen van még azért szerintem javítani való, de összességében szerintem lehet kerékpározni. Eddig tartott a baráti beszélgetés, és akkor most jön a provokáció. A provokációra azért van szükség, mert attól kellőképpen a vérnyomása magas lesz, és utána beszélhetünk a tegnapi döntéseikről. Van egy olyan polgármestere Magyarországnak, na nem az országnak, hanem egy városnak, akit három betűvel tudok idézni, MZP. Ön többször beszélt vele. Tényleg annyira borzalmas ő?
Én tegnap is találkoztam vele, tekintettel arra, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nekem úgy tűnik, hogy jót kezd mondani róla. Igen. Én egyébként egy polgármester sosem bántok, ha csak nem győződök meg arról, hogy az az ember korrupt volt, vagy bármi. Akkor se bántom, akkor nem beszélek róla. De arra meggyőződésem, hogy Márki-Zay Péter ilyen nem korrupt, igyekszik az önkormányzatát Hódmezővásárhelyen összerakni. Ez a feladat, amit most megkapott, az azért jóval nagyobb, az jóval nagyobb, és ahhoz nyilván idő kell, hogy az ember azt a fordulatszámot fölvegye, azokat a technikákat, azokat a felületeket kibontsa, ami neki adatik, és ahogy megkapta ezt a feladatot, ezer irányból lőtték. És hát nyilván nem könnyű ezt földolgozni, és miközben a kampány most már megy, mindenütt akarnak vele beszélni. Egyébként vidéken jár rengeteget, ő ugye egy vidéki ember, aki, hogyha megkapja a bizalmat, akkor... Mégis kellőképpen beszól a vidékieknek. Nem. Keresztrejtvényt képtelnek megfejteni. Én azt gondolom, hogy a kommunikáció, ami megy a különféle csatornákon, az messze nem az, ami az igazság. Én nagyon ritkán beszélek valakiről, akkor nem vagyok meggyőződve, hogy adott esetben tisztességes, vagy becsületes, vagy igyekszik megoldani a feladatot. Én voltam párt ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő, szövetségeknek, sportszövetségeknek elnöke. Én pontosan jól tudom, hogy kell egy fejlődési folyamat és idő ahhoz, hogy az ember megtanulja azt, hogy mi az, amiről beszélni kell, mi az, amiről nem. Antal József annak idején azt mondta, hogy a politikában nem szabad hazudni, de nem kell mindig mindent elmondani. Nálam ez egy alap, és azt gondolom, hogy próbálj erről meggyőzni a fennnevezett úriembert. Nyilván neki, de én azt gondolom, hogy a fejlődési folyamat hatalmas sebességgel látható. Kérdés az, hogy mivel fog ez nekünk kerülni. Látom, nem sikerült provokálnom, de azért még tanulságul elmondok önnek valamit, amit ön is biztos tud. A légiutas kísérők, amikor a gép felszáll, kicserélik a cipőjüket, és egy fél számmal nagyobb cipőt vesznek föl, amiben útközben beledagad a lábuk, illetve beleszokik, és kényelmesen tudnak állni benne. De egyik sem vett még olyan cipőt föl, ami 4-5 számmal nagyobb. Ennyit erről az MZP-ről, akinek túl nagy a cipője, és akkor térjünk vissza. Tegnap az ön által vezett szövetség sajtótájékoztatót tartott. Miről szólt a sajtótájékoztató? Elkészült egy anyag. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége komoly szakértők igénybevételével és segítségével készített egy olyan anyagot, melynek van egy rövidebb változata 10 pontban, és van egy hosszabb változata, hogy mint önkormányzatok abból a helyzetből és aspektusból, ahol mi ülünk, hogy képzeljük el az önkormányzati rendszer revitalizációját. Sajnos az a helyzet, hogy az elmúlt időszak, ennek a mai kormánynak nem kormányok, ugye az elmúlt időszakban a kormány önkormányzatokat kivéreztető feladatokat átrajzoló, gyakorlatilag az önkormányzati erőteret legyengítő politikájának eredményeképpen oda jutott az önkormányzati rendszer, hogy egy végrehajtó szerepet tölt be lassan, magyarul valahol valakik eldöntik, nevezzük azt kormánynak, vagy nevezzük azt pártközpontnak, hogy mi az önkormányzatoknak, mit tehetnek, mit nem, döntenek arról, hogy milyen fejlesztést szeretnének. Pártközpontja szinte minden kormánynak van, nem? Pártközpontja minden kormánynak van, csak én szerintem a polgármestereket az emberek választják meg a településen, és az emberek azt szeretnék, hogyha ők már megválasztották őket, az ő mindennapi érdekeiket képviseljék annak a településnek a vonatkozásába, és ne valahonnan föntről mondják meg, hogy mondjuk hol kell utat csinálni, vagy melyik cég fogja majd megcsinálni azt, amit nem akarnak azon a településen. Azt kell látni világosan a kormány és az önkormányzatok közötti feladat hatáskör pénzek megosztásánál, hogy ez egy államberendezkedési forma. Ha nagyon centralizál egy kormányzat, és minden döntést magához van, annak a hatékonysága jóval kisebb, igaz, politikailag jobban manipulálható. Ha decentralizálja, és azt mondja, hogy megosztjuk a feladatokat, akkor viszont sikeresebben tudja megcsinálni az ő programját. A tanácsrendszer a szocializmusban jobb volt, mint a mostani rendszer? Lassan azt mondom, hogy nem jobb volt, ugyanoda jutunk vissza, amit nem akartunk. A tanácsrendszernél nagyjából nem a vége fele, de ott az elején, ott a 70-es évek második felétől elmondták a pártközpontban, hogy mit lehet csinálni, be kellett mutatni a költségvetést, azt jóvá hagyták, és utána lehetett bármit is csinálni, és az extra pénzekért külön sorba kellett állni a pártközpontba. Én nem ilyen rendszert szeretnék. Én 32 éve vagyok polgármester, egészen más
rendszerbe szocializálódtam, azt gondoltam, hogy itt lehet valamit alkotni. Álljunk meg egy pillanatra. Ez azért nincs rendjén, mert ön nem egy, ugyan foglalkozott a politikával, de önnél van önuralom, van felkészültség, van személyiség, hisz ön egy sportoló volt, tehát tud viselkedni, mert a sport tulajdonképpen egy viselkedési formát ad. Orvos volt, ami gondolkodni is tud, tehát azért ne hasonlítsuk önt ezekhez a polgármesterekhez, akik sok-sok kérdőjelet tudnak maguk után hagyni, annélkül, hogy bármelyiket megbántanám. Nagy a cipőjük, és amíg beletanulnak, addig elfolyik a pénz, addig kátyukkal vannak tele az utak, és valami mások épülnek. Polgármesternek az az érdeke, hogy működjön egy település. Az kétségen kívüli, hogy ha valakit megválasztanak, azzal még nem biztos, hogy tudja a szakmát. Azt meg kell tanulni. A Magyar Önkéntesek Szövetség egyébként több konferenciát, több workshopot, több képzési nem lehet, hogy előtte kéne megtanulni, mielőtt beválaszthatók volt a szövetségnek egy ilyen javaslata, hogy ahogy megválasztanak valakit, akkor legyen valami olyan egyhetes tanfolyam a polgármestereknek. Nézzük, például van egy budapesti kerület, ahol a polgármester átrendezi a forgalmat annélkül, hogy ilyenfajta végzettsége lenne. Azért nem a polgármester rendezi át, mert ő nem tud hatósági szerepkört fölvállalni, hanem a hatósági engedéllyel lehet adott esetben bizonyos jellegű ötleteket és javaslatokat. Már elnézést kérek, a hatóság ilyen hülye lenne? A hatóságnak azokat meg szabályok kötik. Tehát a hatóság nem azt mondom, hogy hülye, hanem szabályok kötik, és mindenkinek az üléspontja határozza meg az álláspontját, és azért fogja az asztalát, és minden engedélyt, amit kiadnak, azt 600-szor végig gondolják, sőt, sokszor le is lassítják a folyamatot. Nehogy az legyen, ha bármi történik, akkor visszadőljön rájuk ez a történet. Tehát nagyon rossz... Tehát mindenki a fenekét védi közben. Hát... Én megkérdeztem a hatóságokat, és azt mondták, hogy a polgármesterek kérhetik, hogy egyes részek csökkentsék a forgalmat. Ez történt például a 7. kerületben, és aztán kitört a káosz. Nyilván, ma ez jellemző. Nyilván ehhez kell egy tanulmány. Általában ezt szakemberek szokták elkészíteni. Tanulmány nem készült. Amire azt mondják, mondok volna, bejön egy állampolgár, és azt mondja, az én házam előtt miért állnak autók, mert én nekem kell ott alni. Másik állampolgár bejön, az azt mondja, hogy itt nagy a forgalom és zajos, és miért nem arra megy az út. Na most ebben a helyzetben... Ez nem egy kívánságműsor. Hát nem kívánságműsor, de a polgárokat kell szolgálni egy településnek. Polgároknak joguk van meg közlekedni, meg parkolni. Abszolút, így van, abszolút így van, csak a polgárok is nehezen veszik azt sokszor tudomásul, hogy van másik polgár is, aki esetleg másképp gondolkodik, és hát önkormányzati ezért van annyi válás is, mert a házasságban sem veszik tudomásul. Hát igen, igen. Tehát habár a statisztika szerint az elmúlt időben kevesebben válnak el, mint ősök. De sokszor a hatékony dolog, amit egy közlekedés formájában valakik elkészítenek szakmailag és egy testület elfogadja. Ez a szakmai dolog, ez sokszor van még 4 perc. Érdekeket is szokott sérteni, és itt vannak az ütközések, hogy megszokta azt, hogy a forgalom eddig így ment, most egy kicsit átellik arra az útra, mert a másik úton nagyobb igény van arra, hogy flottabb legyen a forgalom. Tehát bonyolult dolog ez, nem olyan egyszerű, de ez benne a szép. A bölcsek értettem. A bölcsek összegyűltek polgármesterekkel, akik még tanulnak polgármesterekkel, vagy bölcsekkel, akik már rég megtanulták, hogy hogy kell csinálni. 10 pontba leírták, zanzásítva, kibővítve, kiknek ajánlják a ezt? Két miniszterelnök jelölt már megkapta, megkapták az önkormányzati érdekszövetségek, le fogunk küldni. Vissza is írtak és megköszönték, hogy megkapták? Hát nem, múlt héten küldtük el, azért ilyen gyorsan még a miniszterelnöki titkárság sem működik, hát nyilván valamit fognak reagálni rá. Mindenféleképpen szeretnénk a választások előtt egy tárgyalást az érintett miniszterelnök jelöltekkel, és talán valami keretmegállapodást kötni, hogy azért van 10 millió ember, akinek van saját választott önkormányzata, hogy azt mi azzal a mozgástérrel, jogszabályi háttérrel, finanszírozási háttérrel tudjuk működtetni, amivel minket megbíztak az emberek. Ha mi ezt nem tudjuk megcsinálni, nem kapjuk meg hozzá a jogszabályi hátteret, nem kapjuk meg hozzá a finanszírozási háttéret, nem kapjuk meg hozzá a saját bevételi teremtési lehetőséget, akkor ott állunk, nyilván kevesebb a dolgunk, de nem fogunk tudni. Segítsen nekem megérteni, akkor, amikor a helyhatósági választásokra elmennek Baranyába, Budapesten vagy Ózdon az emberek, akkor pártlogókat néznek, vagy a személyes ismerettséget azzal, akit szeretnek, aki jó szolgáltatást. Kis településen általában a személy, még egy ilyen városban is, mint Gödöllő, nagyon sokat számít a személy.
a nagyobb településeknél kerület, megyei jóvárosok, főváros, ott azért masszívan benne van már a pártlógó is, de azért ott is tud a személy hozni választást. Egyébként az országgyűlési választásnál, ha megnézi valaki a statisztikákat, ott a személy tud a párt támogatás fölött végezni 5-8%-a, sokkal többet nem tud hozni, nagyon-nagyon ritka eset, és tud kevesebbet is. Tehát ennyit tud a személy mozgatni, a párt szimpátia. Segítsen nekem, hiszen országgyűlési képviselő is volt. Mennyit tud egy képviselő a küldőinek, ahol nyert, honnét bekerült a parlamentbe segíteni a saját városának, mert ugye azért ezek nem lobby tevékenységért vannak ott. Igen, a parlamenti képviselő, akit egyénileg megválasztanak, annak kutya kötelessége a területet képviselni. Egyrészt megtanulni, hogy mik a problémák, nem azt kitalálni, hogy mi a probléma, hanem megtanulni, mi az embereknek a problémája, és azokra a megoldási javaslatokat megtalálni. Az igaz, hogy mind a 106 egyéni képviselő nem fog tudni minden problémát megoldani, mert annyi pénz a világon nincs. De ott lehet rangsorolni, lehet a polgármesterekkel egyeztetni, nem feltétlen politikai népszerűségre kell törekedni egy-egy beruházásnál, és stratégiai szemléletet megvalósítani, hogy mikor, mire, hogyan is mind kerül sor, hogy abban a térségben, amit ő képvisel, abban az élet a lehető legbiztonságosabb, legkomfortosabb legyen, együttműködve nyilván a lokális döntéshozókkal. Nekem úgy tűnik, hogy ön a Messiást várja, mert ez már kánaáni lenne, hogyha... Nem, volt ez. Voltak olyan képviselők, akik ezt meg tudták csinálni, voltak olyan képviselők, akik nem tudták megcsinálni. A képviselő nem főnöke a polgármesternek, és a képviselő nem a párt politikai programját kell megvalósítsa a területen, hanem azt a térségi együttműködési rendszert, gazdaságfejlesztési, szolgáltatás működtetési rendszert, ami a leghatékonyabb, leggazdaságosabb, és ami az ott élő embereknek, és ez a leglényegesebb, mindenféleképpen segíti a mindennapi életének a működését, bonyolítását. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. Gémesi György Gödöllő város polgármesterét látták és hallották, aki közel 30 esztendeje? 32. 32 esztendeje megmártozott a politikába és embermentő tevékenységét, a műtőasztal mellől áttette az íróasztal mellé, de azért, hogyha például egy Covidról van szó, akkor önkéntesen ő is döfködi az oltásokat. Köszönöm, hogy velünk volt, és köszönöm, várjuk szépen a leírt változatát is ennek, hogy föl tudjuk dolgozni, és hogy megtanuljuk. Előzetesek és helyhatóságról. Helyhatóságra már is egy budapesti kerületbe érkezünk, a 7. kerületbe, ahol a frakció vezetőt kérdezem, Veres Zoltánt. Tartsanak velünk!